Cibere Károly elmondta, a kormány elkötelezett abban, hogy a családok számára minden segítséget megadjon ahhoz, ami a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésükhöz szükséges. Az egyik legfontosabb támogatás az intézményi gyermekétkeztetés, amit folyamatosan fejlesztenek. 2010-ben az óvodákban a gyerekek 30%-a részesült ingyen étkeztetésben, ez az arány jelenleg 80%. A bölcsődékben pedig ötszörösére emelkedett az ingyenesen étkezők száma. A tavalyi évtől a szünidőben is kapnak a rászoruló gyerekek egy tál meleg ételt. Mindez azt jelenti, hogy a 2010-es 29 milliárd forintról jövőre már 79 milliárd forint lesz a központi költségvetési támogatás a gyermekek étkeztetésére. Az államtitkár hozzátette, mindez kiegészül a rászoruló személyeket támogató operatív programmal, amely uniós forrást biztosít a rászorulóknak. Ez a program, ez egy több éves élelmiszerprogram, ételcsomag program néven, több célcsoportja is van. Az első része a programnak decemberben indult a krízis időszakban, a hidegben, a 4000 hajléktalan ember számára napi egy tál meleg étel biztosítása. Ez tehát az első rész volt, a decemberben elindult. A második rész indult most júniusban, a 3 évvel fiatalabb gyermeket gondozó hátrányos helyzetű családok számára. Biztosít júniustól kezdődően havi egy alkalommal. Egyelőre 3 megyében, és akkor a program kiértékelése után az év végétől indul ez el országosan is. Igen, van egy 1,5 éves kisfiam. Az érintett gyerekek és családtagjaik minden hónapban egy 8000 forint értékű ételcsomagot kapnak, amelyek egyebek mellett alapvető élelmiszereket, lisztet, olajat, bébi ételt tartalmaznak. A tiszadobi ételosztáson az Európai Bizottság Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadásért felelős főigazgatóság befektetésekért felelős igazgatója is segítkezett. Elmondta, a programmal azt a célt tűzték ki, hogy 2020-ra 20 millió embert emeljenek ki a szegénységből az unió tagállamaiban. It is a program launched by the European Union to provide support to people in need. Ez az Európai Uniós program ellátást biztosít, rászoruló embereket támogat különböző formákban. Ez lehet étel, ma alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztottunk a családoknak. A rendezvényen részt vett Sanda Tamás, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár is, aki azt hangsúlyozta, mindenkinek meg kell kapnia a számára szükséges segítséget. Határozott célunk éppen ezért, hogy a nélkülöző családok száma az csökkenjen. Minden család számít, minden gyermek egyformán fontos számunkra. A gyermek a jövő, a magyar gyermek pedig a magyar jövőt jelenti. Minden intézkedésünkkel, tehát azon dolgozunk, arra törekszünk, hogy egy gyermek, egy magyar gyerek se szenvedjen szükséget, kivált kép az étkezésnek a területén. Az év végéig tartó uniós program körülbelül 12 000 3 évnél fiatalabb gyermeket érint.